Kovács Máté, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosa matekból nagyon remekül szerepel a versenyeken. Kedvence a matematika és a környezet. Utóbbiban az állatok tetszenek neki a legjobban. Az állatok tetszenek nekem a legjobban környezetből, de azért a földről is, mikor tanulunk, az is nagyon, nagyon tetszik nekem. Az állatok azok azért tetszenek, mert van otthon, vagy azért tetszenek, mert nincs otthon és szeretnél? Azért tetszenek, mert nekünk van otthon 2 nyuszink. És mi a feladatod a nyuszikkal? Hogy minden reggel megetetem őket, és 2 naponta kitisztítom az almukat. És akkor mivel eteted meg őket? Ilyen magvakkal, például kukorica, például még napraforgó mag, és még hasonlók. És akkor ez a te feladatod otthon, tehát te már nagyon szépen ezt ellátod. Milyen állatot szeretnél még, ami most éppen nincs? Én még egy kutyus szeretnék otthonra. Milyen fajtát? Egy golden kutyát. Már sok versenyen indult idén is. A harmadcsepp versenyre matekból jelentkezett. Az első forduló nagyon nehéz volt, de egyébként előkészült minden versenyére. A harmadcsepp verseny, amire ugye matekból jelentkeztem, annál az első forduló volt nagyon nehéz, de egyébként előkészültünk mindegyikre. És mi volt ebben nehéz, hogy először vettél ilyen részt, és egy kicsit izgultál? Nem az volt a nehéz, hogy először vettem részt, hanem az volt a nehéz, hogy ilyen bonyolultak voltak a feladatok. És akkor sikerült megoldani. Úgy tudom, hogy volt egy másik verseny is, ahol szépen szerepeltél. Igen, a Bíbot volt a másik verseny. Az azért tetszett nekem, mert abban egy kis robot méhecskét kellett minden feladatlapon irányítani. És ez nehéz volt? Ez egyszerű volt. És mondod te, aki ezt megértette és jól szerepelt, igaz? És én rájöttem otthon, hogy mindig, mikor beküldtünk egyet, 23 lépésből lehetett mindig megcsinálni mindegyiket. Máténak sok barátja van, akikkel az udvaron labdás játékokat játszanak, és abban barátja Lali nyer mindig, őt egyszer szeretné legyőzni. Ha a tanulásban elakad, szülei segítenek neki otthon. Én szeretek az állatokkal foglalkozni, meg szeretek az iskolában is lenni. Sok kis barátod van az osztályban? Igen, sok van. Mit szoktatok közösen játszani? Szoktunk az udvaron ilyen labdás játékokat játszani. És ebben ki a nyerő? Ebben mindig az egyik barátom, akit úgy hívnak, hogy Lali, mindig ő szokott nyerni. Szeret magyar népmeséket és vicces meséket olvasni, és 5 éves öccsével is szívesen játszik. Szoktak segíteni akkor, mikor van egy ilyen nehezebb matek, vagy bármilyen más verseny. Olvasni szeretsz? Igen, szeretek olvasni. Miket szoktál olvasni? Szoktam a magyar népmeséket olvasni, meg még szoktam ilyen kis vicces meséket is. Akkor ez szerint egy ilyen kis vidám gyerek vagy? Igen. Van testvéred? Van. És velem miket szoktál játszani? Kisebb, nagyobb? Nálam kisebb, ő 5 éves. Hát akkor jó kis bátyuskája vagy? Igen, szoktunk együtt sokat játszani, például ilyen kis, ő szeret velem az udvaron játszani ilyen puskás játékokat.